Kíváncsi vagyok, hogy van a játékból. Én úgy gondolom, nem biztos, közben amúgy itt vagy, látlak, szóval... The Soul Stone, konkrétan kiírja. Tehát a lényeg, mondani akartam, hogy mivel ez itt a Soul Stone rész, és mivel hát az a fószer, aki velem beszélget, az azt akarja, hogy én ezt megcsináljam. Annak tartom, hogy valószínű akkor ez itt a vége lesz már. Nem vagyok benne még biztos. Lehet, hogy nem, de én olyannak érzem, mintha ez már így a vége lenne. Nem tudom, mert nekem még a látomásokban nem öltem össze a kardot, szóval... Tehát akkor neked azért még úgy van, hogy mit tudod van. Aztán ki tudja, lehet, hogy a szúztom után még lesz, azt mondja, jó, megvan a szúztom, akkor menj tovább, és dödöd, és mondja tovább. De várjál! Ez a Soul Stone, és akkor ugyanúgy vagyunk, hogy te vagy a Fallen Sanctuary-be, én meg az Alchemy Spire-be. És konkrétan itt mutatja a kettő területet, tehát neked ez egy inkább ilyen kékes beütésű. Még nekem ez a nagy, ilyen csörlő bizbasz van. És tudunk amúgy valahogy váltani? Vagy ahogy... Ó, te tudod váltani. Jó, oké. Okay. Csak hogy akkor... Majd, hogyha fordítva játszunk ki, hogy kéne megoldani, tudod? Na, közben akkor állítólag már meg is kaptam az értesítést arról, hogy live-olok. Nagyon szuper. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Folytatjuk a We Were Here Together játékot, ahol tegnap este abba hagytuk. Tegnap egy nagyon nagy dózist játszottunk a játékban, tehát ahhoz képest, hogy elsőre csak egy ilyen 2 órát vagy mennyit játszottunk, a dupláját játszottuk le tegnap. Előre haladtunk eléggé, tehát a 4-es chapterbe eljutottunk a 9-esbe. És most itt vagyunk a 9-es chapterbe, ahol állítólag meg kell csinálnunk a Soul Stone-t valahogy. Már csak az a kérdés, hogy hogy. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez a játék vége, vagy pedig a Tominak lesz inkább a megérzése valós, hogy még tartani fog a játék. Ez ki fog derülni. Kezdjünk is bele. Ne felejtsetek el... Igen? Végén is vagyunk. Szerintem még attól függetlenül lesz még legalább egy-két csapat. Lehet. De felejtsétek el feliratkozni, hogyha tetszik nektek a végigjátszás, akár Tomira is, ahogy itt van, hogy Captain Red Hood ugyanúgy van fönt Twitch-en, nyugodtan rá is feliratkozhattok. Ő még több játékkal játszik, mint én, mert ő még pluszba PC-n is nyomatja. Most per pillanat ugye éppen Dead Space-t és az Evil Within-t játssza ki, tehát 2 horror játék megy nála. Igen. Oksa! De én akkor... is mondom, ezt fordított helyzetben. Na, megint zongorázik a... ugyanban. Zongorázik megint. Hát gondolom, mert előről kezdjük az egészet. Kérlek szépen, úgy van, hogy nekem 2 soulstone-om van. Van egy kékem, van egy sárgám, és egy zöldem. De én ezeket most nem ide rakom be. Hanem mondjuk ide. Ide viszont nem tudom berakni. Jó, oké, akkor ez teljesen más dolog lesz. Jó, akkor megvan. Tehát akkor alulra tudom berakni a soulstone-okat. Vagy a soulstone-nak a darabjait. Ami áll egy kékből, áll egy sárgából, meg egy zöldből. És nekünk a zöldet kell megcsinálnunk. A bölcsek kövét. Harry. Kujót akarsz? Na jó, nem. Nem imitáljuk Radics Petit. Tehát akkor úgy voltunk, hogy nekünk kell a vörös kő. És azt mondtad, hogy a vörös kőnek van egy ilyen... valószínűleg egy képlete nálad a táblán. Ami bizonyos... alkotó elemek. Vagy jelei, ami nálam le van írva egy
könyvre. Amit aztán a Tominak, miután elmondtam, hogy melyik vegyel, melyik vegyszernek a neve, ő megmondja, hogy azt a vegyszert miből kell nekem kikeverni. Ezt eddig így lekövetkeztettük. Amúgy nem tudom, nekem itt is van egy ilyen gömböcske, csak ez vörösen világít, nem tudom, hogy ez nekem mond-e valamit. Most nem olyan figyeltem, most hallgattam megint a szövegét a zenének? Vagy Bolondnak, igen. És miről énekel? Nagyon, tehát most nekem nagyon úgy érződik, tehát hogy amit beszéltünk a második részben, a király, amit csinált, rituálé. Tehát nekem nagyon úgy tűnik, tehát hogy végül az sült ki belőle, hogy a király elátkozta az udvari Bolondot, és amiatt végtelenségig él, és most ezt próbálja megfordítani, tehát hogy most megszabadulni az átoktól, vagy átoktól. Nem tudom miért. Megtörni az átkot. Lehet. Viszont az a kérdés, valami... hogy... az, akivel én beszélek, ezt majd azután tudjuk lebeszélni szerintem, ha másodszorra is végigjátszok a játékot, és te látod őt, de aki nekem mondja az utasításokat, az lehet, hogy az, aki igazából a második részbe visszament a várba? Én azt nem tudom, én még azt is meg tudnám tippelni, hogy a bohóc szórakozik veled, és csak játsza. Igen, ezt tegnap én is megmondtam, tehát hogy gondoltam erre. Ez majd akkor kiderül. Na. Nekem inkább az érdeződik, hogy a bohóc játszik veled. Valószínűbb hogy lesz, szerintem. Megted neki azt, amit kell, azt mondjuk talán átvedd oda az átkot, vagy valami. Vagy lehet, hogy ezzel szabadítjuk akkor... föl. Kiderül. Tehát, hogy kiderül. A piros követ, tehát akkor ebbe a három tuccosból tudod megalkozni. OH, OL és BL. Ó, ezt akkor leírom. Tehát egyszer kell nekünk az... Azt mondod, hogy OH. Még egyszer OH. OH, OL. OL. És PF. F betű? Fö? PF. Igen. Fö. PF. Ez a három, ebből lesz kész a... Le is írom magamnak. Soul Stone. Jó. Akkor most megmondom neked, hogy mik ezek a vegyszerek. Te meg... megmondod nekem, hogy... mik kellenek hozzá. Tehát az OH az az Ogli Rothorp. Ogli Rothorp. TH-val. Lehet ezt is leírom. Nincsen olyanom. Biztos? Hát én nézem itt a dolgokat, egy olyan papírka van, ami O-val kezdődik, azon, hogy Ogliotor, az nincsen. Ogli-ro-t-horp. De nincs benne G, tehát egy Ogli-horp, ilyen nem sincs. Akkor mit van? X-eva, oxilorobolate, oximorexorate, oximuratorix, oximurexoris. Ezek már nem is megvannak, de hogyha OH kell, akkor az az oglirothorp. Nincs más OH-d? Nincs más OH-m. OL, OC-m van. OX-em van. Ez olyan, hogy Ogliotorom nincs. Mindegy, felírom magamnak azért. Hogy van? O, G. Az O, E, O, H mondjuk az nekem például O, T-ből és P, A-ból jön ki. Ogli. Tehát, még nincs is az a szar. Ogli. Ro. T. Ro. T. H. O. R, P,
tehát OH miből jön ki? OTPA. OT és PA-ból. OT plusz PA. Oké. OT plusz PA. És a az OL, tehát amilyen, hogy az OL miből jön ki? DL és PL. Oké. Akkor OL kijön BL, azt mondtad? DL, igen. DL. Oké, tehát DL és PL. DL és PL. Király, egy kis kémia, fasza. Nagyon szerettem általánosban. Gyűlöltem. PF, miből jön ki? PL. Vagy... DL és PL-ből lesz az OL. OL, de a PF miből jön ki? PF az AM és PO. AM betű? Tehát mint mama? Igen, AM, igen. AM és micsoda? PO. És PO. Jó. Akkor szerintem kezdjük elsőnek a OH-val, az oglitotort, tehát a OT, az OT kérlek szépen, az OT az oximuratoroxis, de azt is föl kéne írjam. Oximuratoroxis, igen. Ezt is fölírom magamnak, vagy hát nem tudom. Vagy igazából itt a könyvben, szóval meg tudom, majd vissza tudom majd nézni. Persze, meg nekem is itt van, tehát én azt látom. Jó, tehát akkor kell egyszer az ox, azaz ox, oximuratoroxis. X-I-S-sel a végén. Ne, bocsánat. Oximuratoroxis, vagy oximurexois, de oximuratoroxis. Oximuratoroxis, igen. Jó, jó, igen. Az micsoda? Az mi kell hozzá? Hát egy ilyen retekszerű, aminek vannak szemecskéi. Retekszerű, aminek vannak szemecskéi. De ilyen vastag, tehát ilyen vastag, csúcsos levelekkel, vagy ilyen felfelé álló nagy levéllel. Piros rajta a levél? Nekem nincsenek színek, nekem feketével van körberajzolva, tehát így szín. Na akkor úgy mondom neked, hogy ilyen az oldala az itt csavarodik, ilyen csigába? Hát, csavarodik csigába. Van a levél a tetején fölfele áll, van az a gombócész a reteknek, ahol van ilyen két vastag szemecske, aztán és mint hogyha lenne egy bajusza. Szája. Hát nem mondanám az bajusznak, tehát van az a szája. De van lába. Négy felé. Nem? Tehát van két lába, meg keze, ami a gyökér lenne. Igen. Jó? És van négy micsoda? Hát azt mondom. Jaj. Tehát, hogy a kéz meg a láb az, hogy ez a gyökér. Tehát az, vagy mi kell valami hozzá? Mi? Tehát az... Tehát maga a kémiai anyag csak ebből áll? Tehát ez? Hát amit mondta, oximuratoxis, az ez. Az de ez. Mondjuk a... Azt én összetudom csinálni FB-ből, meg PJ-ből. Ezt a oximiatoroxiszt. Oximira? Ez hát amit most beszélünk, ezt a oximuratoroxiszt, most csak nem éreztem meg így. Oximuratoroxiszt tudok FB-ből, meg PJ-ből csinálni. Ez nekem azért furcsa, mert hogy nálam akkor valószínűleg megvan ez a kémiai anyag. Tehát nem értem, miért kéne csinálni. Tehát úgy van, hát nem tudom, hogy néz ki neked ez a kémiai anyag, tehát hogy így készen van, tehát elvileg neked az nem kell. Igen, tehát hogy ez nekem itt van a vegyszerek között, az alapvegyszerek között. Akkor nekünk, mindjárt meglátjuk, hogy jó-e így. Tehát akkor kell nekünk egy PA. Igen. A PA. Az, hogy magában van, azt nem lehet csinálni. Oké.
A P az a pristaxiophylexorate. Igen. Megvan. Az melyik? Az úgy néz ki, mint egy ilyen csomóba fokhagyma gőzdek, azt hiszem. Két nagy levéllel. Két nagy levéllel, ilyen hosszúkás levél az egyik. Igen, ez lefele áll. Egyik hosszúka, a másik meg ilyen fa levél. Megvan, megvan. Az a kérdésem, ha ezeket összekombinálom, mi lesz? Hát ezt a kettőt összekombinálod, akkor lesz OH. Mi van? Na várjál. Nem lett belőle semmi. Na várjál, kipróbálok valamit. Tehát azt mondod, hogy az oximuratoroxiszt, ha berakom ebbe az egyesbe, akkor abból kettő cuccos fog kijönni. Igen. Igen, kettő cuccos. Jött egy kék, ilyen csigabiga. Meg egy vörös, ilyen... ilyen konkrétan, mint a Harry Potterben az a gyökér, ami sipítozik. Csak vékonyabb. Kijött egy ilyen... hosszú csavaros. Tehát kijött, de most szétbontottam a... izét, a... OH-t. Vagy nem. Melyiket bontottad szét? Szétbontottam az OT-t. Kettő dologra. Mi ez a kettő dolog? FB, meg TJ. De azok nekünk nem kellenek. És hogyha ezeket összerakom... Tehát... De lehet, hogy majd kell lenni fog, mert nekem a PF-nél az külön válik észre, amiből lesz egy PO, és az is külön válik ketté részé, de a másikat nem tudom, hogy az mi. Az le van satírozva. Tehát lehet, hogy ebből az FP-ből vagy a PJ-ből jön ki a PO. Én most egyben nem mondjuk. Állítólag nekünk most az OT és a PA-ból kéne kapjuk meg az OH-t. OT, PA, OH, igen. Az OTPA-ból. De azt mondtad, hogy a PA az ez a fokhagyma gerezdek hosszú levéllel, az OT az pedig ez a négylávú ilyen virág foggal a tetején. Igen. Akkor ezt miért nem tudom összekombózni OH-ba? Nem tudom, tehát hogy milyen retket nézel. Tehát teljesen fölfele áll a levele? És ilyen gombócszerű ez a retek? Gombócszerű, és ilyen, nem tudom, mint ami a spongyabobba is szokott lenni, ez a virágszírmok forma. Hát ez nekem nem mond semmit. Jó, mindjárt mondom valahogy más, hogy... De az a gombócos virág? A csigáról? A gombócos virág, igen, de ez nem csiga. Nekem csak a csiga... Akkor lehet össze kéne kombózni a csigával? Nem hiszem, mert ennek nem olyan levele van. Tehát, hogy amit én nézek, ez egy sima levél. Tehát, mint amit földből kihúzol. Cuccos. Egy sima levél van a fején? Hát ilyen fölfele álló levél, igen. Tehát akkor nem egy virág van a fején, hanem egy fölfele álló levél. Ilyen levél. Akkor ez hasonló, csak nem ez. Úgyhogy csak ezt szét kell bontani, gondolom. Jó, akkor próbáljunk tovább menni. Akkor most ahhoz, hogy az OL-t kikapjuk, az OL-hez kell a DL meg a PL. Igen. Akkor DL. A DL, kérlek szépen, az a delpolog... Giszkate. Delfoló Giszkate. A
A PL pedig a Prestationlaborate. Del Phologiscate. Igen. Del Phologiscate. Az igen. Úgy néz ki, mint egy... nem tudom, egy ilyen csalánszerű cuccos, ilyen csalánlevelű, kis bogyós növény, aminek a tetején ilyen kis pöttyös, azótos világforom, vagy mi. Két levele van. Tehát igen, tehát ilyen kis vékonyka, két levele van, ami ilyen a csalánhoz hasonlít. És az aljáin gumós. Na hát nem gumós, tehát két ilyen lábacska szerű gyökérzet áll ki. Ha fölfelé mész, akkor van egy kis gombóc a feje, azon a tetején kis levélkék jönnek ki, amiből fölfelé ilyen kis pöttyös szél. Igen, megvan. Király. És ahogy nézem, ennek is van arca. Igen. Tehát akkor ez a DL. A PL, az pedig Prestationlaborate. Evel? P. Prestationlaborate. De E, úgy értem. Igen. Tehát, hogy P után E. Tehát, mint a press, addig oké, okay, hogy megnyomni. Prestaxi. Tehát, nyom meg a taxit, és utána jön az, hogy oluburate. Nincs olyanom. Tehát nincs PL-ed? Nincsen PL-em. Tehát egy olyan, hogy P után eljön, olyan nincs. Nem. P-R-E. Röbeti. Press. Re. P-R. Press. Tehát mit a nyomni valamit. Press button. Szia. Olyan ott sincs. Hát nekem olyan van, hogy P-R után I-jön. Az a Prestaxi Forex. Akkor Prestaxi Forex. Úgy. Igen, az a PE. De nekünk a PL kell. Tehát akkor neked nincsen ilyen, hogy PREST. Hogy így kezdődik. Tehát ha E van benne az R után, akkor nincs. Akkor azt mondd meg, hogy a PL-hez mi kell? Semmi. Tehát olyanom nincs, hogy utána kijön az valamiből. PL tehát az ugye egymagában van. De akkor az micsoda? Ha szétszerem az OT-t, akkor abból mi jön ki? OT, FB és PJ. PJ. A PJ-re ír valamit, hogy abból valahogy jön ki PL? Nem. Tehát a PJ meg a FB jön ki az OT. PL-ből azt nem tudod semmivel összekeverni, hogy az jön ki. Ez ugye egy magával van, csak úgy, mint a Béla. Uh-huh. Tehát mondom, nekem van olyan, hogy Prestaxiforex, Prestaxiophilex, Prestaxiophilexorate. Tehát akkor neked ilyen Prisszek vannak, ível. Igen, ível. Meg van ilyen, hogy Paraxtoborate, meg Paraxtiophilexorate. Igen. Tehát akkor a PL-ed nincs. Pedig azt valahogy majd meg kéne találni, mert így akkor én ezt... Gombáim vannak még. Donstom sincsen, hogy én ezt hogy fogom nekem megoldani, hogy kijön a PL. Nem tudom, nem, tehát hogy nem tudom, mi értelme van annak, hogy én ezeket most be tudom karikázni. Lehet, hogy meg tud jegyezni, hogy az kell, ha valamihez tudod, hogy ne kell mindig újra keresni, hanem egyből csak ránézel. Azt mondja, PF az abból jön ki, az nem tudom, micsoda a PF. De neked egy külön PL-ed nincsen olyan fiolád? De nekem, tehát nekem nem felbetűzöttek, hanem a formák vannak a fiolákon, amiket te mondasz.
Tehát a forma van a fiolán, aha. Igen, tehát azért kérdezem a formákat, mert oda-vissza translételünk. Itt nálam a könyvben valami ilyesmi van, hogy a PE, az FR, meg a PC, az... Csak az a pont, nem tudom, mi van ide írva. Hát akkor menjünk végig, tehát összekombozta egy OH-t? Tehát most van neked OH-d, igaz? Nincs OH-m. Nincs OH-m, mert azt mondtad, hogy az OT-t, ami nálad van OT, az egy levéllel van. Nálam virággal van. Hát nem tudom, hogy neked mi az a virág, hogy te virággal hívsz. Hát az a baj. Akkor konkrétan egy virág, tehát te azt mondtad, hogy egy levél áll ki a fejéből. Igen, fölfelé. Nálam rajta egy virág gombóc van, tehát konkrétan három virágszírom. Kettő a háttérben, egy pedig középen, elől. Hát nekem full ugyanígy van, csak levéllel, tehát nem tudom, hogy... Tehát nekem nem tűnik annyi a virágszírónak, inkább levélnek néz ki, de szerintem az az lenne. Kettő akkor... a háttérben, egy középen. De akkor miért nem tudom összekompozni a rohadt sárgával, aminek vannak a hosszú levelei? Akkor valami nem, nem oké. Valami nem oké. Most kipróbálok valamit. Tehát az van most nálad. Patrik. Most elvileg az fogod. Nem. Én most éppen kipróbáltam valamit. Oké, ezt is szét lehet. Szerintem most van nálam az. Tehát ez az a levél, amiről beszélsz? Patrik, veletekről beszéltünk. Nálad egy csiga van. Ez ne... Hát de ennek van izé, szeme, bajsza, meg izé. De az egy csiga, vagy egy ilyen rákos izé. Én retekről beszéltem. Akkor melyik neked ez a kibaszott retek? Hát úgy néz ki, mint egy retek. Van gyökérzete. Egy ráncos szemekkel szájad lévő retek. Nem ez van az? Négy gyökere. Az a baj, tehát hogy ez kicsit cheating, nem annyira, hogy én akarom nézni, tehát hogy most muszáj volt ránéznem, de az nem az, amit te fogsz, az a, tehát az a leveles cuccos, amit fogtál, az a rák, az egy rák, amin van az a spongyogos, azt úgy hívják, hogy paraxioborate. Amit fogtál. Ez a PB. Ez a jó. Az a PB, jó. Uh-huh. Tehát akkor az a PB elvileg. Ami nekünk fel, az pedig a oxymuratoroxis, az mondom, tehát egy ilyen ráncos, cuccos, ilyen vastag szemekkel, ilyen négyes hámas a tetején, alul négyes csíkokkal úgy a szája, abból utána alatta kiáll egy két mini lábocska, abból jön a gyökérzet, illetve két oldalt a kezel gyökérzettel. Jó, az viszont nekem ilyen nem szerintem nincsen. Mert nem csodálom, mert azt tudod összekombózni FB-ből, meg PJ-ből. Tehát akkor azt mondod, hogy az OT-t FJ-ből, meg PB-ből? Igen, PJ. FB, PJ. Akkor ezt is felirombolom, tehát igen, tehát azért nincsen, tehát azért nem stimmel az, amit te mondasz, mert az nem az volt. Tehát OT-nk az nincsen, mert azt FB-ből tudod megcsinálni, meg PJ-ből. Tehát alulra kell fölfelé haladni. Tehát most kell neked egy FB, meg egy PJ. Meg azt mondja, egy PJ. Ez bonyolódik. Az a lényeg, hogy alulról haladunk felfelé, jó? Jó. Tehát nem. Akkor FB-t nézzünk, meg PJ-t. Mi az? FB, PJ. Rendben. Tehát FB, PJ. FB, PJ. Várjál, hol a könyv? Na. FB az valamilyen fuchs, vagy mi az, fungusznak kéne, fung. FB, fungirobarate, tehát ez valamilyen izé lesz, valamilyen fung, gomba. Hiri, baex, vagy nem, fung, hiri, funghi, oborate. Roborate, tehát rével, roborate, az a vége. Roborate, igen, tehát az egy ilyen egyszerű gombának néz ki, simat kalapú, kis gyökérzett az alját, semmi eltúzzás. Sima gomba. Sisakos, tehát olyan, mint a szarvas gomba. Hát,
mondjuk igen, három csík úgy a közepén, úgy mondottan. Jó, megvan. Jó. Igen. Akkor most kellene nekünk FB. A PE. A PE, kérlek szépen, az a paraxiofi legszorete. Ja. Ugye? Paraxiofi legszorete. Paraxiofi legszorete. Azaz. Az egy ilyen rákocska házzal, de nincs virág a tetején. Rákocska nem, nem ilyen nagy csápos, tudod, ez a kattogós rákos csáp, hanem ilyen, van öt darab ilyen lábika látszódik neki, és illetve a szájánál ilyen kis ilyen csáp, kisebb csápok, ilyen kis vonalkás tudsz. De mintha logotná a szakállát, ilyen kecske szakállálná, vagy nem tudom. Na most megvan a retek. Na, megkaptad most a reteket akkor. Az OT-t. Uh-huh. Jó, akkor kell azt a PA-val összekombóznod. A PA-val? PA, igen. A PA az a pristaxiofilexorate. Pristaxiofilexorate. Igen. Az a retkes. A retek hagyma. 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 Tehát ezek a hagy, úgy mondottál, úgy néz ki, mint hogy valami hagymacsomók egymásba lennének. Az a egy hosszú levélrel, meg azzal a kicsit fa levélrel. Megvan, szerintem. Igen, megvan. Akkor most van OH. Megkaptuk OH. Ez konkrétan OH, úgy írja ki. Tehát, hogy ennek nincsen állatérvése. Jó, akkor most helyre rakod. Tehát OH-t ezt kipipálhatom, ugye? Igen. Akkor OH-nk megvan. Most jöhet az OL, ami DL plusz PL. Igen, a DL-t az PO-ból és FH-ból rakjuk ki. A DL-t PO és FH-ból? Ez akkor a DL az PO és FH. Igen. Tehát az egyik valami gombás lesz, a másik meg... PO... Prix, pri, tehát a P az a primaxiofilexo. Primaxiofilexo? Igen. Igen, az úgy néz ki, hogy ilyen... Hát ilyen dupla virágocska. Dupla virágocska. Tehát, hogy... Még... Általában kertekből tudod, szokott lenni ez a sárga virág, amiből lesz a pitypang, azt hiszem. Igen. Vagy az a pitypang pont, azt hiszem, nem tudom. Tehát ez a sárga levőjek. De az a lényeg, hogy van két gyökérzete, az bemegy egy csomó pontba, ami ketté ágazik, és lesz két virág, és mindkét virágon van egy-egy levél. És ilyen nagyon kis vékonyka, pici szilmokkal vannak rajta. Már szerintem az nekem... Tehát... Vagy nincs meg... És ez valamiből kell, vagy... Nem, PO-nak, tehát mindenképpen kell, hogy legyen, mert azt nem tudok semmiből csinálni. Oké, akkor valószínűleg ez lesz az, más vagy nem tudom. Bárcsak? De nem, van PO-m az OX-ből, meg valamiből keletkezik, de azt nem tudom, hogy mi. Hát ezt ki kell próbáljam, gondolom az összeset. Tehát egy OX-et kell összekombóznod valamivel, hogy az meglegyen. Tehát PO az OX. Igen. Plusz valami, ezt kérdőjel. Mi az OX? Az OX, kérlek szépen, az oxymuresoris, és az oxi az y-nal van, nem pontos ível. Igen, jó, az oké. Tehát oxymuresoris, úgy van? Igen. Akkor egy kis vékonyka répa-szerű három levéllel. Répa három levéllel? Aha. Az baj, hogy azt se találom. Vagy most van pont az, amit eddig bámultam?
Nem. Amit bábultál, annak vannak ilyen pöttyös leveli, az volt a csalános, én úgy láttam, de nem tudom. Tehát mondom, tehát egy ilyen répa formájú, kifelé azt a, tehát van ilyen két lápa ilyen gyökérből, az kifelé áll, és jobbra konyuló három levéllel. Jó, oké. Szerintem azaz, igen, azaz, amit eddig bámultam. Most Oximum akkor... Rexoris, igen. Azt valamivel össze kell komboznod, ahhoz, hogy kapd ezt a ketté ágazó levelecskét. Most mindent kipróbálok, ami van, tehát meglátjuk, miből lesz. De hát nem tudom, mondanám azt, hogy egyelőre akkor ezt tegyük félre, mert ez ilyen próbálgatós, és addig mondjuk a P-et és a F-ről betűt, hogy csináljunk PB-t. Tehát, hogy haladjunk addig a többivel, amit tudunk csinálni. Tehát kell nekem PL, meg FL. PL, meg FL? E, P, E, F és R. És te PL-hez neked mi kell PL-hez? Semmi. Tehát a PL az úgy van magával, tehát azt nem tudom semmit. Én ezt a PL-t én felsírtam magamnak a képletbe. Mert addig el sem mentünk még. Tehát ez a DF-ben van, tehát OL-ig jutottunk el. OL-ből lesz DL, meg PL. Azt eddig írtad fel. Na, szóval akkor neked a PE. Pristaxio Forex. PE? PE. Pristaxi mi? Pristaxio Forex. Pristaxi Forex. Azaz. Na, ez hogy a faszomba írjam le? Tehát vannak ilyen gyümölcsök rajta, aminek két az alján két levél tetőkön. Hát van, várja még, hogy mondjam el, tehát olyasmi gyümölcsök vannak rajta, aminek az alján ilyen kis X-ek vannak. Igen, tudod az melyik? Tudom, két levél van a tetejükön, mindegyiken. Hát lehet, igen, igen. Igen? Azt mivel kombináljam? A F-ről betűvel. Az F-R... Hát, az, ami gomba lesz. Azt mondod, igen, fungi ribi... Mi van? Fungi ribramis. Az meg gondolom a másik. Ribramis. Az a zöld. Igen, az a zöld gomba, ami ilyen tornyos gomba. Hát úgy néz ki, igen, tornyos gomba, és vannak ilyen kis pöttyök rajta. Igen. És az kell nekem ezzel a... PL-vel, igen. Ebbe ezzel a X-es gyümölcsös cuccosra. Oké. Okay. És akkor lehet pipa. BB. Most kaptam egy rákot, aminek... aminek a háta mögött van valami, de nem rajta. Az a paraxiborete akkor. Paraxiborete? Paraxi... Roborete? Az? Roborete az. Az akkor a PB, igen. Az a PB, azt összekombózod ezzel az OX-el, és akkor lesz az AM. Az OX-el? OX-el, igen. És az OX, az meg az Oximu Rexoris, az mi? Hát, azt beszéltük az előbb, az a... Azt hiszem, az volt a répás. Az ha. OX. Aha. Az Oximurexoris, igen, a répás, jobbra konyuló három levéllel. A répás. Aha. Nem eretek? Nem, az a izé, Oximuratorix. Muratorix volt, az a OT volt az eretek. A répa az a O, ez a OX. Aminek vannak a virágok a fején? Nem, tehát nincs virág a fején, levél van a fején, ami jobbra konyul. Ja, a hosszú leveles, azt mond. Nem, az meg a hagymás. Répa, répa. Tehát egy vékonyka répa, alul ketté ágazó gyökérzet, mintha lába lenne, a fején meg van a levél, ami jobbra konyul, és három levélszél van maga. Oximurexoris. Azt beszéltük, hogy az az. Oximurexoris. Nem, nincsen ilyen, bocs.
Oxy Murex Oris. Igen, de nekem az a izé. Tehát az OX, de nálam nincsen ja, ilyen neki. Répa. Ez fog fel. Az OX, azt mondod, neked nincsen OX-ed. Nincs. Akkor most elmegyek a Steam-re, mert semmiből nem lehet OX-et keverni, szóval az mindenképpen, hogy kell legyen. Kezedben nincsen? Én arra gondoltam, hogy ez az OX. Nem, azt megbeszéltük, az a izé. Az a Paraxi Oborate. Az a PT. Hol van itt ilyen? Jó, balul. PT, igen, PT. Jó, oké, rendben. De az nekünk nem kell. Nincs egyik izébe se. Nézd, hát ezeim vannak, most nem tudok csinálni. De itt nincs répa. Melyik neked itt répa? És akkor a kezedben sincs. De én nekem csak ezek vannak a kezeimben. De most csak egyet látok a kezed. De ne a kezemet nézd el, hanem itt forgatom neked a szemcséket. És azt mondod, nincsen OX-ed. Na ezek vannak itt, nézd így. Mennyi az OX-el könyve? Vagy az mit ír? Az OX az Oxy Murex Oris. Oxy Murex Oris. Tehát neked továbbra is az a répa. Még te ezt tudom megpróbálni, nézd. Nincsen semmi nekem olyan, amiből úgy tudnék csinálni. Ez az a répa? Nézd. Nem, az a retek. Az a retek. Mert még bár ebből... Bár mondjuk egy leveles, tehát hogy ez nem olyan, ami nekem kell. Mert még ezt kaptam ki belőle. Hogy vajon? Hát... Lehet, hogy mondjuk az lenne a retek. Mármint nem a, ez a oxymuratoroxisre hasonlít, de nem, ez se az. Tehát, hogy hát nem tudom, nézzél még szét, hát ha találsz valamit. Mert ahogy mondom, tehát, hogy nekem itt van ez a cuccos, az OX, abból nem tudok semmiből készíteni. Tehát az úgy... Tehát csak ott lehetnek fiolák neked? Máshol nem? Nem. Tehát én szét tudok szedni egy fiolát, meg össze tudok kombinálni fiolákat. Max, annyit tudok megcsinálni, hogy fogom, és hát az várj. Van nekem egy ilyen dupla répás, mondjuk, az Oxy Morex Sorate. Ha azt szétszeded, akkor lehet kapunk belőle egy egyes répát. Tehát Oxymura... ilyen dupla répád van? Dupla répám. Amikor egy répám sincsen. Egy répád sincsen? Hát ezt mondom neked, hogy nincs répám, meg még meg is mutattam el a rossz rímet nézett, hogy nincs répám, csak retkem van. Most megpróbálom kideríteni, hogy tudok neked rohadt répát szerezni. Szétszedem az összes vegyi anyagot. Várj. Tehát nekem egy lapra vannak így külön szedve, szóval szerintem annyira le tudjuk szőkíteni, tehát van valami ilyen, nem tudom, ilyen ronda krumplihoz hasonló, amiben ilyen kis, mint a szemek lennének? Krumplihoz hasonló? Nem, nagyon sok pici szem. Nekem ez így nem oké. Ez sem. Szétszedem most azt a rohadt gombát. Hát a gombába, nem tudom. Nem, ebből a gombából például nem kapok semmit. Rendben van. Oké. Még mi az, amit szét tudok szedni? Te nem tudom, próbáld meg a retkeket szétszedni. Tehát mondjuk ezt csak retkem van, nincs olyan retkeket. Retkem van.
De az se engedi, mert az is már egy ilyen szétbombol bontott. Tehát, hogy még talán ezt tudom szétszedni. De ott van a dupla növény a kezedbe. Milyen dupla növény? Ott volt, várjál. Rakod zemén. Ez? Ez a növény. Nem, hát vissza. Ez a dupla növény. Ez a Trimaxiophylaxo. Ez nekünk a PE, ugye? PE. Pristaxiforex. A PE. Pristaxiforex. Még egyszer, melyik? Ott van, P. Pristaxiophorex. Nekem ez Primaxiophylaxo. Primaxiophylaxo? Igen. Ez a dupla növény. Primaxio, az a P.O. Az a P.O. A P.O. az, kérlek szépen, a P.F.-hez kell. P.O. és az A.M. Tehát... Várj, azért középsőt... De akkor van PO-d. Hát ez a PO, igen. De ezt úgy kaptam meg, jó, hogy szétszedtem előbb... valamit. És mi volt az, amit szétszedtél? Az nekem kéne tudni. Tehát, hogy ezt a... Az egy gomba volt szerintem. Mindjárt megnézem. Ez a kék gomba. Ez a kék gomba. Meg a... Ez. Nem, pont az. A csalárnos növényt szedtem szét ketté. Amik ilyen csalárnos levelei volt, a kettő ilyen recés levele volt. De ez pont akkor elvileg a PF. A ez csalárnos a leve. Mert hogy érted, tehát a PO azt mondtad, hogy ez a dupla levelű. A dupla levelűt kombózzuk az OX-ből, meg abból a kérdőjelből, ami nem tudjuk, hogy mi. Na várjál, de a PF-et te honnan szedted? Ja, PF. Tehát ez állítólag a PF? Hát azt mondtad, hogy ezt a gombát, meg ezt a dupla levelűt kombóztad össze. Uh-huh. Hogy legyen az egy növény. Nekem a PF AM-ből, meg PO-ból készül. Tehát a PO az a dupla virágos növény, az AM pedig akkor az a kékes gombák? Hát nem tudom, mert annyi a sértő, tehát nekem a PO, az a dupla növény, az kéne, hogy az szétszeded, hogy az mi. Én szétszedem a csalános növény, kapok belőle ilyen több ágú gomba, mint egy ilyen gombatelep. Tehát a csalányos, akkor elvileg a csalányos, tehát mi az a dupla növény, az a PO. Az a gomba cuccas pedig akkor elvileg az AM, ami funghi barex. Biztos, hogy az vagy már bájá. Gomba. Bájá? Nem. Nem, mert az FA. Tehát a funghi barex az a FA, tehát most te egy DL-t szedtél szét. A DL-ből, meg a PL-ből lesz az OL. Tehát ami te most szétszedtél, az a csalányos cucc, az a DL. Biztos? Biztos, mert az FA az lesz az, amit te most kaptál ki abba a kettőből, a funghi barex, ha megnézed. Várj, én azt írtam le, hogy a DL, és az... és a PL-ből lesz OL. Tehát ergo akkor OL az, ez a csalános növény. Nem? Milyen OL? Nem. Tehát a DL-ből lesz a PO, meg az FA. A PO ez a dupla növény, az FA pedig a gomba. Tehát ebből ne ennyire gyorsan, mert én ezt így nem fogom tudni követni a füzetembe. Tehát a DL-t ami szétszedem... Ami ott van neked kettő növény, az a PO, meg az FA. Az FH. A FA a gomba. Milyen FH?
Hát nekem FH-t mondtál. Tehát a DL, az PO és FH. FA. A. A. Jó van, akkor azt át kell javítsam. Most nem igazából úgy mondottam mindegy. Ja, PO és FA. PL az a Best Axiolobolate, vagy mi? Igen. Azt kéne megtalálnom. Tehát akkor ami itt most előtte, ami itt most előttem van, az a az akkor a PO és FA. A PO vagy az FA-t valamivel kell keverni? PO-FA-t kevered, akkor lesz DL. És ha DL-et kevered PL-en, akkor lesz nekünk OL. És a PL-ünk az micsoda? Mert már én nem tudom. Azt nem tudjuk. Tehát lehet, hogy ami PO, ha szétszeded a PO, a dupla levelűt, akkor mi lesz belőle? Azt nézzük meg. Azt a zöld fiolát, azt szed szét. Azt, oké. Az azért érdekel engemet, hogyha én ezt szétszedem, mert a PO-t azt leírtam, hogy úgy lesz, hogy OX plusz kérdőjel, tehát megkapjuk, hogy mi a másik hatóanyag. Na, most kaptunk itt a PL. Ott a répád. Ez a répa. Nem, és az ez... És van PLM, külön PLM. Az OX, akkor az a répád. Igen, OX, az mi ez is kell? X. Igen. Azt, tehát a OX, igen, a OX-et összekevert PB-vel, azból lesz AM. PB-vel. Tehát az volt a szem Paraxio roborate. Paraxiroborate, az a hülye rákos, amelyik a hátán, nem a hátán van, de mögötte van az a cuccos. Uh-huh. Jó. Akkor kombináljuk össze ezt a répát. Azzal a háta mögött van az a cuccos. És ebből most elvileg kapunk mi AM-et. Az AM az egy ilyen... Na ez tényleg egy kékebb világító retek. Igen, azt látom, közben akkor kinyomom, hogy ne lássam most már. Tehát azt a reteget a PO-val. Tehát a PO az még? Dupla levéllel. Dupla levél. Tudod, amiből most szétszedtük, az lett OX meg a répa. Vagy nem, lett a PL meg az OX. Igen. Az OX-et azt összekombináltuk azzal a rákkal, és akkor kaptuk meg most ezt. Tehát ezen kívül még mi kell? Tehát azt mondom, tehát most megkaptuk ezt a retket, azt a dupla levéllel össze kéne kombóznod. De melyik a dupla levél? A dupla levél az a DL-ből lesz, amelyik azt hiszem a... ez a csalános cucc volt. Uh-huh. Ja, a dupla... csalános... ne, az nem dupla levél, hanem dupla virág. Dupla virág, akkor na. Nem ugyanaz, nem ugyanaz. Jó, megvan. És azzal kell komboznom? Igen, és akkor lesz PF-ed. PF-em. Igen. Megvan. Igen, megvan a PF-ünk. Jó, most ezt a PL-et, amit kaptál, összekombózod ezzel a csalánossal, és akkor meg is van az OL is. PL-et a csalánossal. PL a csalánossal. Hát ez egy ilyen nagy bumszléretek lett az OLM. Tehát most akkor van, megvan az OH, az OL, meg a PF is.
Megvan az OL. A PF is, meg az OH is. A PF? Megvan a PF? Hát az volt az AM-ből, meg a PO-ból. Igen. Az OH-t meg legelőször csináltuk meg. Igen, tehát akkor most pipa, ugye? Állítólag meg vagyunk. Ebből a háromból lesz a kő, a piros kő. Szóval OH-ból, OL-ből, meg PF-ből. Jó, és azt hova kell rakjam? Az a kérdés. Én azt nem tudom. Szerintem megvan. Ide. Egy. PF. És ez. Megvan, király, csinálja is egyből. Én egyel most várom. Kész van. Kész van. Király. Equivalent exchange. Én megkaptam ezt a... Oké, viszem a követ akkor a helye. Szólj, hogyha készen állsz a robbanásra, vagy valami. Hát csináljál valamit, tehát hogy én jelenleg nem tudok semmit. Csináljál valamit! Csak gyors, csináljál valamit! Hát én nem tudok mit csinálni most már. Patrik, unatkozom, csinálj már valamit! Jövök. Levittem. Berakom, akkor most ez is összecsukódik. Most megint forrasztódik a dolog. És állítólag... Most meg lesz a szúztam. A lélekkő. Megvan! Igen, most nekem... Látomásodban. Igen. És most már ezzel kész a kard. Uh-huh. Azért mondtam, igen, hogy ez a vége. De ennek a szúztónak valami nagy ereje van, mert... Mi van? És most hallottam a nevetést. Amit szerintem te is. Nem. Ó. Oh. Oké, okay, még tart egyelőre. Most nem tudom. Soul Stone restored. You've done it. Ah, nála van a Soul Stone, a csávónál. Not, but flesh may hold the stone until presented before the throne. Ajaj, Tommy, ez nem sima átok volt. Ez van... Igen, ez egy madári esztő, igen, de... Now, it's time for you to exit the stage. Ajaj, engem bezárt. Is all I require now. Na, megint itt van a kör. Na várjál! For tonight, my king! Once I bind you, most... I will end our curse. Igen, egy nő kiszabadult a tengében. Unfortunately for that, my caged de várjál, de most szerintem újra akarja éleszteni a királyát. Well, I am in need of your soul. Mi? Az én lelkem? The moon is almost at her highest position. Úgy vettem észre, hogy az a kő valakinek a lelkéből lett. Tick, tock, az rendben, valószínű az enyém. Valószínű az enyémből lesz, ha nem segítesz. Jó, hallgatom szöget. Oké. Okay. Hát akkor én be vagyok zárva, logbook. Vivim deceived. These dreams has haunted us. This rescue attempt was nothing but some evil plot. Ennyit ír. A logbookon. Konkrétan nálam megjelent a madárijesztő. És berakta a Soulstone-t az ő királyába. És nálam most egy ilyen várózene van, mint hogyha gondolom téged várlak, hogy gyere. Én tudok mozogni, igen. Csak közben a szellemmel beszéltem, miközben mondod a dolgokat. Okay. A tool to transfer one soul to the soul stone. This is all sounds for body. Ó, most ilyen, ilyen kis nyugiska zene van, vagy mit mondjak. Uh-huh. Igen. Gyere! Itt van egy cella. Cella? Itt van egy szobor, kanatyúval. Hát ez nagyon gáz. Hé, valamit piszkálsz, mert hallom. Most meghúztam egy kovat, igen. De ez nem van itt egy nagy... Ó, látlak. Hol vagy? Itt vagyok, mögötted, a kis ablakban. Ah, szia! Ja, itt vagyok benn. Te hogy vagy ott kint?
Hát én itt jöttem. Jó, én szarul vagyok itt. Ó, most leengedsz, köszi. Most leengedtél volna az oldal, oké. Okay. Engedj. Király, kijöttem, köszi. És most indul be a zene. Viszont nekem van egy logbookom, amit el kell olvasni. We need to find a way out together before midnight starts. Hát kaptam ezt a üzenetet. Én is ezt kaptam, de akkor ezzel így what the fuck? Nem tudom, hogy ezzel mit csinálok. Állítasz valami órát, nem? Aha, állítod az órát. Vagy nem, az magától megy. Nem. Most megint fordítottam egy kart, MS-kart nem tudom fordítani, mert az nem működik. Mondjuk másik irányba át tudok indulni, szóval megnézem, hogy ott mit tudok csinálni. Most fel akarja éleszteni a királyát szerintem. Én is igen. Meg tudok nyomni egy gombot, amivel a lovagok forognak. Aha. Nálam a páncélos lovag. Várj, most nekem forgat lovag. Igen? Igen. Forgat még, vagy tovább meg? Megvan. Mit csináltunk jól? Fogalmam sincs, mi történt, elvileg valami jó. De gőzöm sincs miért. Oké, mi aztán megcsináltuk. Most bejön ottan oda résztő hozzám. Ez a bohóc, ez nem... Igen. Hogy hát én madárésztőnek nevezem, ez a udvari bolond, igen. Ajaj! Itt a princesz! Igen, az én szellemem. Ó, az akkor eddig... Szóval akkor... Aha! Azt szabadítottam ki a törből. A jester. Az a... udvari bolond. Talán. Ó. Akkor bocsánat, nem is a... Félreértelmeztük. Várj, most ezek harcolnak, most addig nekünk mit kell csinálni? Nekünk ki kell jutni, vagy mi? Csak ki kell jutni. Elvileg a király el van átkozva, ő meg ezt fel akarja szabadítani, és hogyha felszabadítja, akkor mind bevégeztük. Mi ez? Vannak itt nekem szövegek, meg pajzsok. Például, the boy has the mace wielding knife somewhere to his left hand. The hammer wielding phoenix stands somewhere to the deer's right hand side. The knight has nálam is vannak szövegek. Not wield the hammer. Nálam van egy ilyen the knight closest to the king's left hand side wields the sword. The sword. Van egy was phoenix. Szarvas, meg egy ilyen sárkányom van, vízi sárkányom. The dragon can be found somewhere the king left hand side. Melyik a king neked, az hol van? A king az nekem kérlek szépen az van középen a trónon, és vannak neki lovagok. Balra, meg jobbra. Igen, de azt mondod, hogy a sárkánynak egy bal oldalt van valahol. The dragon can be found somewhere the king left hand side. A left hand side, de az neki ugye jobbra van. Eljött. Már hogy érted, hogy jobbra van? Hát mert is szebbe vagyok vele, tehát az ő bal keze, az nekem a jobbra. Igen. Tudod. Igen. Aztán nekem van az, hogy the boar has the mace wielding knife somewhere to his left hand side. Mace wielding, mi az a mace? Két lovag van itt nekem, de mindegyiket tudom tékelni. Melyiket kéne? Kinél van kalapács? Kalapács? A jobb szélsőnél. Ez a legszélsőnél van. Elvegyem? Jobbra a legszélső? Igen. Tehát el tudod helyezni ezeket a fegyverket? El tudom helyezni, tehát el tudom venni tőlük, és el tudom helyezni. Nekem úgy van, hogy the hammer wielding phoenix stands somewhere to the deer's right hand side. Right hand side. The knife at both ends do not wield the hammer. Tehát nem a kalapácsosnak középen kell lennie valahol. Középen. Tehát nem lehet szélen. Tehát akkor akkor a belső. Valamelyik belső. De melyik belső? Azt nem tudom. De nekem úgy van, de a hammer wielding phoenix, tehát a kalapácsos phoenix, valahol a
szarvas jobb oldalában. Jobb két oldalán. De melyik, hol a szarvas? Vagy ezt honnan látom? A szarvas, nekem, nálam van a pajzsos szarvas. És a pajzsos szarvas az a királynak melyik részén van? Azt én nem tudom. Tehát olyanom van, hogy the boy has the mace wielding a knife. Nem tudom mi az a mace, az a varszom, de to his left hand side. Aztán van, de mondja ezt, hogy a lovagok egyik se, amelyiknél van ez a kalapács, egyik se lehet félem. A főnixetem az a szarvas mellett áll. Neked mi van akkor még a szövegben? The deer cannot be found at either end. Tehát így van. The ex-wilding knight is somewhere to his right hand side. Még egyszer, mert belefokáltad. The ex-wilding the knight is somewhere to his right hand side. Tehát valahol a szarvasos nak a jobb oldalán van a kalapácsos. Melyik a szarvasos pajzsos? Szarvas paj. Aha. Nekem az van, hogy a kalapácsos főnix pajzsot az a szarvasos jobb kezé kéz oldalán van. Igen, de hol van a szarvasos? Azt kérdezem. Én azt nem tudom, nekem a kezemben van a pajzs, tehát azt kell kitalálnunk. Tehát, hogy a kalapácsos lehet itt középen balra, vagy középen jobbra. Akkor legyen a kalapácsos középen jobbra, mondjuk. Akkor... Neked jobbra? Vagy, illetve hát, nekem balra. Nekem mert akkor utána... Ha odarakom a főnixet, akkor jó? Van jobbra, elvileg a szarvas. Tehát ami neki balra. Attól félek, hogy elkésünk. Van, én most így elhelyeztem a pajzsokat. Nem tudom, hogy ez így jó-e. Fogalmam sincs, mert nálam még van három fegyver. Tehát a Hammerbuilding-es, az a főnixes, azt... hova? Tehát ide neked elvileg az a bal kezed. Közvetlen a közép mellett. Igen. Aztán... A sárkányos, az mi van annak a kezében? The dragon can be found somewhere to the king left hand side. Tehát valószínű a sárkányos, az a királynak a bal keze fele van, ami... Tehát az a jobb oldal, tehát jobb oldal. Nem is kell raknom. És az mit fog? Nem tudom, itt még van-e, hogy a... az nekem izét, mace wielding, tehát talán egy buzogány, nem tudom, hogy milyen fegyvereid vannak. Na várjunk, nekem van kardom, a buzogányom. Knighted both and do not wield hammer. Tehát úgy van, hogy a knight, ami közel van a király bal keze felé, az tartja a kardot. Tehát akkor a jobb belső, az a kardot tartja. Jó, és mit visel neked a bal szélső? A bal szélső, az még semmit. Ez a kalapács, igen. Ez viseli a kardot, látom. Tehát a bal szélső az ezek valami buzogány, gondolom, mert nem tudom mi az a mész. Az a mész, az egy ilyen buzogány, egykezes buzogány. Na, azt rakjad a bal szélsőbe, a másikat meg akkor a jobb szélsőbe, és elvileg talán jó. Oké. Megvagyunk! Király! Hú! Most mi történik? Most kinyílik ez a középső, és ez be kell hozzád menni. Jó van. Lehet, hogy inkább nekem kéne kimenni. Nem, ott jössz ki! Nem, jövök be! Igen, most jöttél be, most találtél meg? Hú, Jézusom, hogy néz ki ez ezzel. Mi van? Na, valakit föl kell áldozni? Magadat, igen. Vagy engem? Ki legyen? El tudom dönteni. Aha.
Magadat? Hagyjál meg, hagyjál békén a kuvaját. Baszolj meg! Így is megszabadtál, inkább megdöglök. Rohadj meg, köcsög. Ne! Tomi, ne! Ne öld meg magad! Mi van? Ez meg engem megszállt. Szerintem ezek átbasztak minket, ezek összejátszottak, geci. Nem, most mondta el. Egyik feláldozza magát, míg a csaj megmenti a másikat. Á, értem. De miért kellett feláldozni valakinek magát? Azt egyelőre nem tudom. Tehát gondolom, hogy elintézzük a bohócot, vagy valami. Most kijutottál oda a Flélgánhoz. Igen. Az ott valami bug volt? Ne! Tomi! Ne! Tudja meg a világ, hogy mi történt! És we were here together. Igen. Egy pillanat, hagyd nézzük meg valamit. Hogy érzed? A trófeákat. Ja? Tehát most elvileg 13-at teljesítettünk. Akkor ezt elvileg teljesíteni kéne fordítva. Igen. Csak az a kérdés, hogy gondolom azt a részt kell fordítva, ami itt a lépcső után történik. Tehát amikor már szétválunk. Jézusom, a béta az mennyi feliratot tartalmaz? Hány szereplőt? Genyó. Igen. Tehát én úgy látom, hogy lehet, hogy ezt még háromszor is ki kéne játszani. Igen? Sőt, négyszer. Lehet nem feltétlenül négyszer, csak itt a végét meg kéne majd ismételni. Mert hogy bad ending? Hát mert van az, hogy vagy téged áldozlak föl, és én megyek el, vagy föláldozom magam, és te mész el. Én most föláldoztam magam. Várjál, 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 most történik még valami. Hala. Cursed, I remain. Cursed, as is my bidding. You, how, how, why now? Ez valam a király. My dear friend, you never cease to entertain. You've played the part of steward long enough. It is high time for royal commands to resound in these halls once again. Oh yes, my liege. But commands, who would you command when I, your last remaining inferior, is punished? Ah, yes, I suppose you've always been a good servant, haven't you? Oh, nem, ez a király. Yes, yes, your majesty. Nem, most már az udvari bolond a koronája. Now discuss the part. Nem, most ketten vannak szerintem benne abban a kezdben. Ó, közös nevetés, ajaj. Akkor ezek össze fognak állni a negyedik részre. Viszont. Tehát, hogy wow. Tehát ennek a kettőnek a lelke az most abban a testben. Igen, 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 tehát konkrétan most megcsináltok ugyanazt a rituálét, amivel az udvari bolond átbaszta a királyt. Nem, én szerintem nem egészen az volt, hogy átbaszta a királyt, hanem a beszopta, tehát ő lett megátkozva, azt így élt végtelenségig, és most visszapróbálta őt hozni, hogy ne ő szenvedjen, hanem a király, azt hiszem. Lehet, nem tudom, de tehát akkor a, konkrétan akkor itt a történetnek a vége az lett, gyerekek, hogy tehát a, ugye az első rész az még semmit sem árul, úgymond el, nagyon. A második rész viszont ugye arról állalkodott, hogy volt ez a rituálé, ami tehát akkor, az, akkor jól fogtuk föl, hogy örök életet ad, csak véletlenül nem a király lett örök életű, hanem az udvari bolond, mert kiderült, hogy a jester az jelentett udvari bolondot is, és a court jester az nem a udvari bíró, hanem az udvari bolond.
Tehát, hogy most az volt, tehát igen, mert elvileg ő hajtotta végre a rituálét, és mivel ő ölte meg azt a lelket, ezért ő lett elátkozva, vagy mi? Valahogy úgy, igen. Még egyszer, várjál, most még egyszer? Fel. Mert ezt most így belekavartam. Tehát, hogy a király mondta, adta ki parancsba, hogy hagysák végre ezt a rituálét, igen. De a Jester volt az a udvari bolond, aki szúrt a törrel, és amiatt lett ő megátkozva. Meg lehet. Tehát én, de... amikor énekelt, én ezt fogtam föl belőle. Tehát, hogy ő volt a wielding knife. Tehát ő fogta a kést. Tehát ő végezte le a rituálét? Ő végezte. Igen, tehát ő volt, aki elvégezte. De akkor várjál, viszont itt most magadba szúrtad a tört. Lehet, én úgy döntöttem, hogy magamba szúrtam, igen. És mi van akkor, ha igazából... engem szúrsz le, akkor lehet, hogy más a vége a történetnek. Hát szerintem más lenne a vége, tehát most meg tudjuk azt csinálni még gyorsba, hogy elindítjuk ezt a végét, megismételjük. Ezt akkor meglátjuk, hogy mi történik. Megnézhetjük. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez a rész meglegyen, csak annyi, hogy most én szúrlak le. Oké. És gondolom, akkor utána ugyanezt meg fogjuk csinálni a második végjátszásnál, csak ott nálam lesz a tör. Igen. Oké. Akkor srácok, mi gyors megmutatjuk nektek itt a második végét a dolognak, igen, így ebből a végigjátszás formátumból. Jó, hogy neked menned is kell? Hát lassan, igen. Uh-huh. Final chapter, the betrayal. Oké. Kezdjük el. Tehát a lényeg, hogy akkor neked egész végig a királynő beszélt hozzád, hogy segíts. Mert hogy a királynő tudta, jól... Nem, beszélt hozzám, tehát meghallgattam őt, hogy beszélt, azt hiszem, a királlyal. Igen, de honnan tudod? Amikor megkészült a kard, akkor szabadult ki belőle a lelke, mert szerintem ő volt az, akit feláldoztak. Igen, azt gondoltam, hogy vagy a királynő, vagy a fiai közül valaki, de szerintem akkor a királynő, mert ugye az első részben láttuk azt a részt. Úgy volt, hogy nőt áldoztak föl, nem férfit, mert a fiai azok mind meghaltak. Uh-huh. Na most ott tartok, hogy ki kell vennem a követ, szóval gyors kiveszem a követ, jó? Közben én kinyitom az ajtót a barátnőmnek, mert lassan megjön mindjárt ők. Jó. The Soul Stone restored. You've done it. Naught but flesh may hold the stone until presented before the throne. You played your part brilliantly, mortal. Now it's time for you to exit the stage. This is all I require now. For tonight, my king, once I bind you, I will end ezt, our ezt is neked kell majd megcsinálni most. Igen, de azt sem tudom, hogy unfortunately ezt for that, my caged friend, well, I am in need of your soul. Tehát, hogy ami nálam volt a kés, ez hajtotta, ezt használtak a rituáléhoz, és az annak képest, hogy akit feláldoznak, annak a lelkét zárja bele ebbe a lélekkőbe, és adja meg a lehetőséget az örök életre. De nem a király beszél a lányával, hanem a lány beszél valakivel, de nem tudom ki az. Tehát a király ki volt használva a legmegbízottabb emberével, vagy mi? Tessék! Még egyszer. Várjál egy pillanat. Én még ugye ketrezben vagyok. Tudom. Most még beszél hozzá? Még beszél, igen. Jó, oké. Tehát, hogy... tehát ez nem a király. Ez nem a király. A király... ki lett használva valakivel,
valaki által ki lett használva. Szerintem Jester. És én a... Nem, az nem a Jester, hanem a második hang, aki megszólal. Igen. Az. Azzal lettem kihasználva. És az beszélt ezzel a nővel, így miközben én újraépítettem a kardot, hogy ez a től képes arra, hogy akit feláldoznak, annak a lelkét belezárja a Soul Stone-ba, hogy örök élete legyen. Aha. És ez a faszé volt az, aki megbolondította a királyt, vagy mi, tehát hogy becsapta, úgy mondottam. De akkor ez nem a Jester? Ez nem a Jester. A Jester azt szerintem, aki meg végrehajtotta csak. Nem tudom, ez nekem furcsa, mert én ugye azt olvastuk, hogy a udvari bolond csábította el a királyt ezzel a monológa, nem, hogy... Nem, akkor jól mondtad, hogy nem az izé udvari bolond, hanem az izé, a bíró, mert akkor szerintem ez a bíró. Akkor lehet, hogy a bíró, és akkor én mondtam jól. Most hogy kell fordítsam a armorokat? Jó, hogy azt te tudod fordítani? Én fordítom. Tehát itt az armorokat. Egyik részben az egy szembeáll az armor. Már minden, én ilyen armorokat forgatok, tudod, mint az előbb, hogy egyszer valahogy csak jó lett, mert te is csináltál. Igen, tehát, hogy itt, amit elvileg a közvetlen a ketteced mellett forgat, az feléd néz egyenesen. Felé nekem az a... Van neked alatt a nyilacska? Nincs nyilacska. Nincs egy nyilacskád. Viszont szerintem te le tudod stoppolni, hogy valamiket ne tudjon fordítani. Nem, én csak egy kart tudok forgatni, ami egy nyilat fordít. Lehet, ez is jó. Én nem tudom, hogy az mit csinál. Én sem tudom, mondom, ez volt az a rész, ami egyszer csak így véletlenül meglett. Én ott annyi volt, hogy én átmentem ide a másik oldalra, és meghúztam ezt a kart, vagy miért ne, tehát itt két kart tudok még húzni. Nem tudom, hogy mit forgatt, az a baj. Tehát, hogy én, én itt, ahol leengedtél a ketrecből, vannak itt kint is armorok, amik konkrétan csak ilyen T-pózba állnak. Azokat tudom forgatni. Igen, az nekem is megvan. Tehát az a lényeg, tehát hogy kezdjük, tehát ott van most neked az a királyszobor, vagy mi a tököm a bígyátok, igaz-e? Királyszobor? Hát az ül a trónon. Hát ez a középső rész. Igen. Az ül a trónon. Tehát menjünk, ha megfordulsz, a jobb oldalára kezdjük a közvetlen ott következő izével. Szoborral. Jó, tehát a jobb oldali szobor, jó. Igen. Az a falat nézi. Jó, most a falat nézi. Jó. Aztán a következő szombor, az meg feléd néz. Igen. Nem tudom, hogy esetleg ott van-e valami, amiből én el tudom dönteni, hogy melyik irányba álljon ez a nyíl. Valami más, nem tudom, hogy mit látsz még ott. Mert, hát... Én nem tudom. Itt még annyi van, hogy... Még itt annyi van, hogy a hátsó bal... páncélzat, az a falra néz, a másik meg a jobb oldali meg kifele. Nálad is? Tehát nem tudom, tehát én csak a almat látom beállni az egyik irányba, és alatta tudok egy part forgatni, hogy melyik irányba nézzen egy nyílt. De mindig most menjünk át a másik oldalra, szintén alulra felé haladva. Ja, hogy te eddig a másik oldalt... Nem, most mentem át a másik oldalra. Jó, biztos. Igen. Tehát ott a bal oldalt a közvetlen legelső, a szintén előre néz, az a szobor. Uh-huh. A másik szobor pedig arra a nagy kapu felé. Egy a bajom, hogy szerintem itt nagyon összekevertük ezt. Tehát, hogy ez itt a távolabb a lévő bal oldalt, az a kapu fele néz. Távolabb a lévő bal oldalt, az a kapu fele néz. Jó. Most a kapu fele néz. Igen, most nekem pedig el kéne döntenem, hogy ezeket a nyilakat hogy állítsa be. Tehát mit látta az almaron kívül? Hogy amit el tudok dönteni, most balra vagy jobbra?
Semmit. Tehát egyszerűen én csak forgatni tudom őket. De valamit láttál, mondtad, hogy egyik balra néz, vagy mi a másik jobbra. Hát mert ahogy forgatom őket, hogy merre néznek, azt tudom neked megmondani. De esetleg valami zászló, a farzson valami rajtuk, vagy esetleg... Zászló van. Van. Például a közelső baloldalinál egy ilyen piros és fehér zászló van, ami... Ó, oh, na várjál! Na nekem most felvilágított. Ó, oh, ezeket meg tudom húzni, várj, ezeket el tudom innen tolni neked, nézd! Á, király, jó. Megvan. Tehát most nekem te most... Látod a lovagokat? Ami... Most nem látom, tehát hogy előbb nekem itt felvillantak a zászlók, tehát láttam, hogy milyen zászló volt ott. Tehát, hogy amelyik a nagy kaput nézi, ott egy ilyen kockás zászló volt, vagy mi. Kockás zászló volt. Igen, ilyen fehér-piros kockás. Te... Várj, most, amit most felvillantottál, ott zöld, kicsi kockák vannak. Világos, meg sötét. Zöld, kicsi kockák, világos, meg sötét. Tehát, hogy én nem tudom, hogy most mi világítasz, nekem itt az ablakon szűrődik be a fény, és most megvilágította a zászlót, ami nekem itt van. Eddig full fekete volt, de miután megvilágítottad, ilyen zöld zászlónak nézett. Én ezeket így ki tudom nyitni, de egyszerre csak egyet tudok kinyitni neked. Szóval legyél ott az egyik ablaknál, és... Hát most ott vagyok, ahol előbb felvilágítottad. Ez? Igen, tehát most látok zöld kicsi koszkás zászlót mellette. Zöld kicsi koszkás zászlót mellette. Akkor nézzük, melyik... Valamelyiknek van zöld kicsi koszkás zászlója? Nincs. Nincsen zöld kicsi koszkás zászló. És ezt a kart tudom még forgatni. Előtte. Én nem tudom, hogy mit ér. Gőzöm akkor... sincs, hogy az állap, hogy a faszomba oldalt, hogy meg olyan könnyen. Te most látod azt, hogy itt nem mozog az armor? Ablakon keresztül? Ti miért mozgattad az armort? Mert nekem mozgatnom kell majd a jó helyzetbe. Hát én nem látom, hogy mozgatod, csak hallom, hogy mozgatod az armor, de mondom, itt nálam az armor, az feléd néz, amit most piszkálgatsz elvileg. Tehát ez felém néz, a bal szél, elülső. Igen. Akkor a jobb oldali elülső az a falra néz, tehát a ablak a zászló fele. Hát ha úgy állítottad be, ahogy mondtam, akkor igen. Jó. Én egyszerre állítom mindegyiket, tehát hogy én nem tudok választani, hogy melyiket állítom. Érted, hogy egyszer? Hát egyszerre forog az összes. Úgy. Nekem 4 darab páncélzat itt az előtérben mozog, ha nyomok egy gombot. Igen. Az átlag most nem van, nincsenek jól. A zászlók, hogy érted? Hát a falnál lévő zászló. Hát de melyik? Ez? Vagy hát melyik egyik vagy? Sem. Tehát ezt lehet ott húzni. Én mind a négyet el tudom neked húzni. Csak egyszerre, csak egyet. Majd neked, ami jobb oldalt van, zöld zászló. Tehát... Az nekem a túloldalt van, és az alsó részen, ahol ez a piros kockás van, tehát amit most gondolsz? Nézed. Így? Tehát ez? Ennek a helyén van a zöld. Ez hogy érti, hogy zöld? Tehát a túloldalt, tehát ha megfordulsz, ott a túloldalt van az a zöld. Nekem az ott van. Az... Szia! Az csíkos! De a mellette lévő. Balra. Az meg egy ilyen hullámos. Nem úgy értem, hanem most nézted a sárgát, ott annak mellette balra. Annak mellette balra, az nekem egy korom fekete zászló. Miért beszélsz, ez zöld? Ez zöld. Ez? A zöld. Itt nézem a streamedet, az zöld. Ez zöld. Akkor nálam nagyon a sötét a képernyő. Hát lehet, hogy sötét, de az zöld. Jó, akkor zöld. Mindegy. Igen?
De azt meddig tudod csúsztatni? Te csak oda-vissza? Oda-vissza, hogy lássad a fényt. Akkor... Tehát akkor azt csinált, hogy ahol van ez a zöld, az, igen, az mondjuk jó irányba néz akkor. A piros, tehát ahol van neked az a piros kockás, piros-fehér kockás, az pont, hogy a másik irányba nézzen, mert te nem azt a falat nézed. Én a kaput mondtam, tehát hogy abba az irányba nézzen. És egyébként. Így? Úgy, igen. És most? Tehát, hogy ahol nekem ez van... De várjál, mi van akkor, én most... hol vagyok? Én ezt elfordítom, most forgassál egyet? Akkor most már... De egyet mondtam. Tehát egyet. Tehát így. Tehát... Most megint meghúzom ezt a kard, megint forgassál? Valamelyik most nem ugyanarra megy, mint a többi. Megint forgass. Oké, most megint forgat. Igen, tehát már most a zöldet állítom. Tehát én tudom szabályozni, hogy melyik irányba forogjon. Aha. Tehát ez a zöld, ez a kockás. Most meg kell néznem a másik oldalt, hogy hol van, húzd el a függönyöket, hogy a ablakra, a állásra. Ez az egyik, így. Most látsz? Igen, ez a kék szobori. Jó. Másikat is elhúzom? Másikat is. Tehát az összesnél húzd el, hogy lássak. De mondom, hogy nem tudom az összeset elhúzni, egyszerre egyet tudok neked elhúzni. Ja, jó. Tehát mindegy, ez a ké, az a kék, ez a sárga akkor. Az a kettő meg zöld. A sárga szobor néz majd egyenesen. A kék szobor néz majd háttal. A piros szobor, ez a piros-fehér szobor néz a kapu fele. És a zöld szobor pedig szintén előre fog nézni. Tehát úgy kéne beállítanunk ezt a cuccot, úgy forgatni. Uh-huh. Hát figyelj... most ez a zöld szobor, ami a zöld zászlónál van, az... az most... vagy neked melyik a zöld? Hát az, ami azt mondtad, hogy fekete, az a zöld. Oké. Tehát az most, hogyha ha balra fordul egyet, akkor a kapu fele fog nézni. Ha a sárga, ami... Tök mindegy, tehát kettőt kell fordítani rajta, tehát hogy egyenesen nézzen. Egyenesen? Mert... Ja, már mint tud szembe? Tehát hogy szembe nézzen tehát, a másikat? Tehát hogy téged nézzen, igen. Ja, na, ha engem néz, én a királynál vagyok, hátul. Tehát akkor az hátrafele néz, nem a kapu fele néz, hanem hátra. Hát azt látom, nézem a címet, azért mondom, hogy kettőt kell fordítani, hogy középre nézzen, tehát téged nézzen, úgy mondott az a szobor. Hát a ez piros, a szobor, tehát ez egyet piros fordít. A piros-fehér az most jól van. A sárga... Piros-fehér az most jól van. A sárga? Igen. Azt mondom. Melyik oldalt vagyok? Nem ez oldalt. Hogy is volt, akkor húzd el jobb oldalt a zászlót, az egyiket, mondjuk a sárgát. Aztán az a kék. Igen, a kék van háttal, és a sárga szintén egyenesen néz. Tehát a sárga az most jól van, a kék az hogy néz? A kék az most a konkrétan fallal befele. Sárga, most a zöldet nézed. Ez a zöld? Akkor melyik a? Bal izé? Oldalt, a kék, a hullámos. Ja, oké. Bocsánat, elnézést. Tehát azt kéne szint... Tehát már úgy kéne megcsinálni most, hogy...
nem kell ráhúzni, én nem elgondoltam, jó. Hanem hogy most kéne úgy megcsinálni, hogy ott, ahol ráhúztad, az nézzen háttal, a zöld pedig szembe. Tehát, hogy ennyi változtatás kéne még. Tehát így. Fordíts vissza állod? Fordítsam vissza. Fordíts el kettőt megint. Jó. Most fordítasz egyet. Vász. Melyik oldalt vagyok? Sárgát kell megváltoztatnom. Tehát, hogy visszafele menjen a jobb pozícióba. Meg a piacra. És akkor lesz jó. Elvileg. Ez a... az a fős, igaz? Jó. Akkor most fordíts még egyet. Most jó. Igen. Sikerült. Ez is majd nekem komplex lesz szerintem majd, nem ha én leszek. Fordítva. Gyorsan. De akkor nem lehet, hogy az udvari bolond amúgy... Nem tudom. De várjunk, udvari bolond lett akkor az örök életű, mert nála volt a kard, ugye? Ő volt az, aki leszúrta, igen. De azt mondtad, hogy akit leszúrnak... Mindezt már megbeszéljük itt a végén. Annak a lelkét vakja a kristályba. Ő meg megátkozott emiatt szerintem. De hogy érted, hogy megátkozott? Hát mert használta azt a föld. Értem. Na mindegy, ezt majd még megbeszéljük. És csináljuk meg a utolsó puzzle-t. Ezt nekem nem szabad nézni, mert ez a vége. Spoiler. Ugyanúgy kell berakni, ahogy előbb voltak. Igen? Azt mondod? És ez hogy volt? Várjál? Tehát középen neked bal oldalt van a kalapács hívő. Kalapács. Aztán... aztán itt volt a izékart. A balta, a mész, az volt ugyanúgy a kardos mellett szerintem. Talán, vagy nem, vagy pont fordítva. Csak úgy kipróbálom. Nem. Akkor azok jól voltak, vagy nem tudom. A kard és a kalapács biztos vagyok. Mit mondottam, hogy a sárkány az hol van? A sárkány az megtalálható valahol a király bal karján, tehát konkrétan az jobbra. De nem azt mondjuk, hogy közvetlen bal karján, hanem valahol a bal karján. Valahol a balnál, igen. Viszont igen. A lovag, aki a kardot uralja, az közel a bal karjánál. Az a sárkányos. Van egy ilyen, hogy a szarvasos nem található meg a végiken. És az ex... tehát a ízét, tehát a balta uraló az a szarvasosnak a... jobb karja felé van. Igen, tehát itt szélre, neked bal oldalt kéne a legvégébe a baltáshoz. A baltás. Nem a baltás, a bunkós. Mert ott van nekem a bolt. Várjál. De itt az X. Tehát akkor igen, az X kell oda. Nem a méz. Nem, a bolt az a méz. Tehát akkor most akkor kicsélem a sárkányosat, meg a...
De várjál, a sárkányos az izé oldalán kell, a király jobb oldalán. Tehát akkor oda kell, neked balra kerül a buzogányos. Balra kerül a buzogányos? Igen. Igen? Tehát nálam az van, hogy a bolt, az a ki izé, somewhere to his left hand side. Tehát a jobb oldalon? Igen. De neked jobb oldal? Hát, mert ha szemből nézed a királyt, akkor neki a bal keze, az neki jobbra van. Igen, aztán az van, hogy a... Igen. A buzogányos főnisz a szarvasnak a jobb oldalán van, és a buzogányos nem mehet széle. Tehát, hogy az, elvileg az jó helyen van a buzogányos. Tehát akkor az a bal oldalon van a buzogányos, vagy a jobb oldalon? Mert én már összekevertél engemet, Tomi. Hogy nekem gyibom. Azt mondja, hogy a buzog, tehát a bolt az a... Valahol az ő bal kezénél van. De a bal kéz az jobb oldalon. Tehát az jobb. Tehát akkor én állítottam be jól, igen. Ott a mész, itt a balta. Jó, akkor most én a szarvast azt ide jobbra raktam legszélre. De a dír az nem lehet kint a végeken, az belsőn van. Vagy jobb belső, vagy bal belső. Akkor sárkánynak ki kell cseréljenem. Mert így se jó. A sárkány az megtalálható a király a bal kéz oldalán. Vagyis akkor az van... Dír... Hol a dír? Dír cannot be found and viszont... the X riding this knight is somewhere the right hand side. Tehát azt mondod, hogy a szarvas nem lehet szélen se... Tehát a szarvas nem lehet szélen. Szélen nem lehet a szarvas az a király bal oldalán van belül. De ki mondja, hogy nem lehet szélen? Nem lehet szélen, de ezt mondtam, hogy nem lehet szélen. Jó, nekem a főnik se lehet szélen, tehát hogy annak a kettőnek középen kell lennie. Igen. Jó, hát akkor itt... Tehát a bolt én ide raktam akkor neked a király bal oldal, a sárkány pedig a jobb oldalára, de ez így nem jó. Akkor valami nem oké, Peri. Na ott van, hogy a hammer wielding főnik stands somewhere to the deer's right hand side. Tehát ott a fegyver valami nem stimmel. Tehát a hammer, magyarul mondjad, hol van? A buzogány király... az jó helyen van a főnixen. Tehát annyit mond, hogy a buzogányos főnix az a szarvasnak a jobb kezénél van. A szarvasnak a jobb kezénél van. Tehát a... Nem. Nem, az jó volt. Tehát a boar has mace wielding knight somewhere to his left side. Tehát annak ott kéne lennie. Hol? Tehát az a buzogány az ott marad, ahol hagytad. És a szarvasnál milyen fegyvernek kell lennie? Nem tudom. Azt nem írja. Tehát én azt mondom, hogy azt, amit bal szélre raktál fegyvert, az szél ki a jobb középsővel. Csak annyit változtat. Rendben. Tehát így? Igen. A kalapácsos az... Meg így. De a kalapácsosat azt miért fordított ide? Nem azt, tudom. Azt tevisz úgy. Az úgy jó helyen, most ahol beraktad, úgy oda jó kalapácsot. Nem. Már nem értem, mi mondtam. Pont fordítva. Tehát amit most csináltad, pont fordítva. Mert nekem ott van a főnix. Jó, lehet, hogy ott tehát van, lehet, hogy nem ott kéne legyen. Mert meg mindig nem jó. Mert úgy van, hogy te most kicseréltetted velem a kardot, amikor konkrétan kiírja a játék, hogy a kard az a királynak a bal közelső oldalán van. Tehát, hogy annak kell lennie a itt van.
akkor a buzogán... Akkor a buzogán ki kell csinálni a kalapáccsal, már nem tudok elképzelni. Battle Axe-el. De ez itt se jó. Most döntsd már, hogy mit akarsz, mert azt se tudod, hogy mit akarsz igazából. Mert szerint... úgy van... Aj, de csúnya ez a kivégzés. Jester has his revenge. Bosszút állt a Jester. Jó, mindegy, nekem most mennem kell, tehát ezt majd megismételjük, mikor visszajöttem. Nem, már van. Tehát most lehetővel a streamet. Hát most... Tehát úgy volt nekem, hogy a bor, tehát a buzogány, vagy mi az a kalapácsos, az csak középen lehet. A kalapácsos az a főnixes, és a, az a szarvasnak a jobb oldalán kell, hogy legyen. A borz pajzsos meg, aki a buzogányt viseli, vagy mi az a, elvileg a, azt a mace wielding knight, az a királynak a bal oldalán kell legyen. Tehát az lehet elvileg bal szélen, és jobb szél... Tehát ami neked, tehát neked jobb szélen van a buzogányos, és bal szélen a sárkányos, elvileg. Lehet, nem tudom már. Nem, ez itt, itt, most elsőre ez jó, de most úgy megkevertél már itt, tehát nem tudtam, hogy... aztán lehet, hogy kiderül, hogy igazából a pajzsosnál van valami elbaszva, a pajzsoknál. Mert én már fegyvereket rakosgattam össze-vissza. Tehát azt mondtad, hogy a kardnak az a kiáj bal oldalán kell lenni közvetlen. Igen. És a szarvasnak is. Nem. Nem? Nem. Mert előbb azt mondtad, hogy az nem, nem. Lehet szélen. Nem lehet szélen. Tehát csak a bal oldalt lehet, mert a főnixes kalapácsos az a szarvasnak a jobb oldalán van. Tehát bal oldalt lehet csak. Szarvasnak a bal oldalán van? Tehát akkor a kalapács az megy a jobb szélre? Nem. De? Hát mert most mondtad... Nem, nem mondtad, hogy a kard, tehát az én szemszögemből, tehát a szarvasnak a jobb oldalán van a kalapácsos, tehát neked az a bal. Előbb még balt mondtál, hogy bal oldalán van. Azért mondtam, hogy akkor a jobb. Jobbra van, jobb szélen lesz a kalapács. Mindegy, majd, majd ha visszatérünk, akkor majd letudjuk. Igen, mert ez így már, mondom, ez így már felesleg, és itt... Hát igen, na mindegy, akkor majd én egy óra múlva leszek max. Addig hello. Rendben van. Szia. Hát gyerekek, akkor ez volt a Weaver Hírvég játszás. Szerintem én már ezt a fasságot, amit itt most van, ezt már én csak egyszerűen fogom, azt fölveszem majd videóra. Én ezt még egyszer nem fogom elkezdeni live-olni. Megbocsássatok. Majd a újra végijátszást fogom live-olni újra. Ezt meg már csak így hozzá fogom majd rakni videóként. Ez volt akkor igazából a Weaver Here Together egész végigjátszás így elsőre. Lesz még egy végigjátszásunk, ahol fordítva lesznek a dolgok, és én leszek a másik oldalt, a Tomi pedig az én oldalamon. Nagyon kíváncsi leszek arra is, és akkor egyelőre valahogy úgy áll a sztori, ez még nem tisztult ki, de valahogy úgy van, hogy akkor szóval a királynak a udvari bíró besusmutolta, hogy örök életű lehet, mert a király elkezdett már megbolondulni, hogy megpróbálják a trónról letaszítani, és elkezdődött ez a rituálé, amit ez állítólag, Tomi szerint ez a udvari bolond hajtott végre a törrel, egy olyan mágikus törrel, aminek az a képessége, hogy akit leszúrnak vele, annak a lelke belezárul állítólag abba a kőbe, abba a Soulstone-ba. Míg állítólag aki a törrel szúr, az örök életű lesz. És hogy állítólag az udvari bolond azért örök életű. Viszont itt van egy kérdésem, amit majd a Tominak egy óra múlva fel fogok tenni, hogy ha egyszer önnála volt a tör, és leszúrta saját magát, konkrétan saját magát zárta be a Soulstone-ba, és egyben nem is lett örök életű. Szóval mi a fene?
Na mindegy. Ez majd még kiderül, mert lehet, hogy teljesen más vége lesz a dolgoknak akkor, ha Tommy engem szúr le, és nem mag. Feltöltenék nektek, ha már ezt a live-ot feltöltöttem YouTube-ra. Addig is pedig majd legközelebb találkozunk egy lábba vagy egy videóba, srácok. Sziasztok!